Nagyon úgy tűnik, hogy 2-2,5 évente cserélek mostanában telefont, ugyanis megérkezett a legújabb készülék, és ez már tényleg egy szintlépés lesz az előzőhöz képest. A Redmi Note 8 Pro kibontását valahol itt találjátok meg. Ez pedig egy Samsung Galaxy S21 FE szürke színben. Itt láthatjátok a dobozt csillogós S betűvel, illetve ilyen dombornyomott mintákkal, amik befelé vannak. Aztán itt van némi feliratozás. És itt szerepel az, hogy ez egy 256 GB-os modell, melyben 8 GB memória van, és a szín nem szürke, tehát hanem inkább nevezzük akkor grafitnak, és a Samsung megszüntette az összes gyárát Kínában, úgyhogy ez a telefon Vietnámban készült. Egyébként ez a doboz egészen jól néz ki, csak feltűnően vékony, de hát ez manapság már annyira nem lehet meglepő, hiszen a telefonon, meg egy töltőkábelen kívül igazából semmi nincsen benne. De ezt mindjárt látni is fogjátok. Úgyhogy szépen fogom most itt ezt a szíjat. És így átvágom, illetve ezt a szíjat is. Hogy mondják ezt magyarul? Szíl. Plomba? Talán ez egy jó szó lehet. Íme. Elsőként elénk tárul természetesen maga a telefon. Mindjárt erre is vetünk egy pillantást, és nézzük még, hogy mi van itt a dobozban. Ez a kis pak, amiben egész pontosan van némi garanciapapír, illetve gondolom ebben van leírás is. És ez az USB-C kábel. Ennyi. Ennek viszont gondolom leragasztva kellett volna lennie, de nem valak leragasztva. Mindegy, ennyi volt a doboz tartalma. És itt van maga a készülék, amit most ki is hámozunk ebből a wrap dologból. Ott nem tudom a magyar megfelelőjét ezeknek a szavoknak. Az előlapon Gorilla Glass Victus öveg mögött található egy 6,2 incses AMOLED kijelző. Fölül van egy előlapi kamera, ami ilyen átszúrt kijelző típusú. A jobb oldalon van egy bekapcsoló gomb, illetve egy hangerőszabályzó. A hátlapon van 3 darab kamera, illetve egy ledes villanó. Alul található az USB-C csatlakozó, mikrofon, hangszóró, illetve a SIM tálcának a kis ajtaja, ahova 2 SIM kártyát is be lehet rakni, nanoszimet. Bal oldalon nincsen semmi, és felül van még egy olyan mikrofon, ami segít nekünk abban, hogy csökkentse a zajt. A fém keret pedig egyébként tök hideg, és ahogy látom most ezen is van valamiféle fólia, amit hogy a francba lehet leszedni. És akkor szerintem nézzünk is egy első indítást.